Viradással és egészségnappal kezdődött hétfőn a Baross Gábor szakközépiskolában az a háromnapos programsorozat, amelyen a diákok mellett a szülők is aktívan részt vehetnek. A környezetvédelem jegyében zajló családi ökonapok elnevezésű rendezvény második napján a diákok az iskola előtti területet tették rendbe, virágot ültettek és takarítottak. Az udvaron a Zöld Kapcsolat Egyesület két tanteremben pedig az Ökológiai Intézet munkatársai tartottak előadásokat. A program sorozat szerdán zárul, a Factory Arénából érkeznek biciklisek, hogy látványos bemutatóval népszerűsítsék a környezetbarát közlekedést.